Sziasztok! Ez a Kristály Elektronika videók hetedik tananyag részeinek záró epizódja. Ebben a részben különböző tranzisztorokat fogunk tesztelni. Sziasztok! Üdvözlök én is mindenkit! Miközben tranzisztorokkal foglalkoztok, nagyon fontos tudni, hogy azok valóban megfelelően ellátják el feladatukat. Például itt van a kezemben egy bipoláris tranzisztor. Honnan tudom, hogy ez működik-e? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most megnézzük, hogy a multiméterünkkel hogyan tudunk egyszerűen és gyorsan leellenőrizni egy adott alkatrészt. Ezeknél a méréseknél fontos, hogy a kapcsolóelemeket, mint önálló alkatrészeket mérd meg, vagyis ne legyenek összekötve semmivel sem, különben hamis eredményt kaphatsz. Amire szükséged lesz tehát, az nem más, mint a multimétered és az adott alkatrész, amit meg szeretnél mérni. Célszerű először a mérendő eszköz adatlapját megtanulmányozni, Ebből nagyon fontos, hogy megnézd a lábkiosztást, így láthatjuk, hogy mit mivel kell összekötnünk. Nézzük meg a méréseket alkatrészenként lebontva. Mérjük meg először egy bipoláris tranzisztort. Azon belül is ellenőrizzük a bázis kivezetés zárlatát NPN tranzisztor esetén. Ezt a mérést a multiméter dióda mérő állásával kell megmérnünk, tehát ebbe az állásba is kapcsolunk. Ha szeretnék eldönteni, hogy a bázisa és valamelyik kivezetése, tehát a kollektor vagy az emitter között van-e zárlat, akkor először kikeresük az adatlapból a tranzisztor lábkiosztását. BC546B esetén a következőt látjuk. Ha ez megvan, akkor a piros mérővezetéket a bázishoz kötjük, a fekete mérővezetéket pedig a kollektorhoz, az ábrán látható módon. Én most itt ezt elvégzem élőben is, tehát a bázishoz csatlakoztattam a pirost, és a feketét pedig a kollektorhoz. Jelen esetben ilyen 8-900 körül értéket tapasztalunk, ez körülbelül rendben van. Ugyanis az ilyen 600-800 körül értékeket megfelelőnek tekintjük, ekkor azt mondjuk, hogy a tranzisztor két kivezetése megfelelő, és nincs meghibásodva. Ha viszont nullát vagy nagyon kicsi értéket jelezne a multiméter, akkor zárlat van a két kivezetés között nagy valószínűséggel. Amennyiben pedig egy, akkor pedig, tehát egyet mutat a kijelző, akkor abban az esetben szakadás van a bázis és a kollektor között. Utóbbi két esetben az alkatrészünk hibás. Ugyanezt a vizsgálatot végezzük el a bázis emitter között úgy, hogy a bázisra kötjük a piros mérővezetéket, az emitterre pedig a fekete mérővezetéket. Ezt most meg is teszem, tehát a pirosat a középsőre, ez a bázis a jobb oldalira, az emitterre pedig a feketét. Itt is ilyen 800-900 körül értéket tapasztalunk, ez teljesen megfelelő. Viszont hoztunk nektek egy rossz tranzisztort, pontosan itt az irodában tönkretettünk egy tranzisztort, úgyhogy most ezt is meg fogjuk mérni, hogy milyen az, amikor egy tranzisztor rossz. Úgyhogy most ezt is a panelhez csatlakoztatom, és ugyanígy meg fogom ezt mérni, tehát a bázisra a pirosat, a feketét pedig az emitterre, és jelen esetben a multiméteren uh, egy egyes látható, illetve jelen esetben ezen a multiméteren az OL, tehát Overload felirat jelenik meg. Uh, tehát innen láthatjuk, hogy ez a tranzisztor nem jó, ugyanis a dióda nem nyit ki a megadott tartományon. Nagyon fontos, hogy mindig ellenőrizd a tranzisztoraidat, mielőtt megépítesz egy kapcsolást. Ezzel hosszas hibakeresést előzhetsz meg hogyan ellenőrizhetjük a PNP tranzisztoraink bázis emitter és bázis kollektor zárlatát. Ha a PNP tranzisztornál szeretnénk megmérni a bázis és a többi kivezetések közti zárlatot, akkor az annyiban tér el az előzőektől, hogy a bázisra a fekete mérővezetéket kötjük, a másik két kivezetésre pedig a piros mérővezetéket csatlakoztatjuk. A mérés további menete megegyezik az előzőekkel. Azt se felejtsd el, hogy a különböző PNP tranzisztor lábkiosztása eltérő is lehet, ezért keres ki az adatlapjából. Ezt a mérést végezd el otthon. Most pedig ellenőrizzük a kollektor emitter zárlatot. Az NPN és a PNP tranzisztor esetében a mérés megegyezik, de a lábkiosztás eltérő lehet. A multiméterünk most is diódaállásban legyen. Az NPN tranzisztoron fogjuk a példában megmérni a kollektor emitter zárlatot. Tulajdonképpen a kollektor és emitter kivezetések kapcsolatát szeretnénk megmérni, ezért a mérővezetékeinkkel erre a két elektródára csatlakozunk. A mérővezeték színei most kevésbé számítanak. Csatlakoztassuk például a fekete mérőzsüniort a kollektorhoz, a pirosat pedig az emitterhez. Ezt most meg is teszem, nézzük, hogy mit csatlakoztat, vagyis mit uh, látunk. Azonban itt visszateszem előtte még a jó tranzisztort, hogy a jót mérjük most meg jelen esetben az overload felirat jelenik meg, vagy másik multimétereken az, az egyes. Hogyha ez jelenik meg, akkor a kollektor emitter között szakadás van, ami azt jelenti, hogy a tranzisztor ebből a szempontból hibátlan. Azonban, ha véletlen nulla lenne, vagy valamilyen kicsi értéket mutatna a mérő, mérőműszer, akkor sajnos a tranzisztor két kivezetése zárdatos. Most már teljes el le tudjuk tesztelni a bipoláris tranzisztorok működését. Nézzük meg a mosfet is. Kezdjük a Gate Source és a Gate Drain közti ellenállás megmérésével. Ezt a mérést a multiméter ellenállásmérő állásával tudjuk elvégezni, tehát ebbe az állásba fogjuk kapcsolni a multimétert. A mérést elvégezhetjük mind az N csatornás, mind a P csatornás MOSFET-re. Ugye itt fontos, hogy arra kell ügyelni, hogy a polaritás ellentétes a két eszköz esetében. A példánkban most az N csatornás mosfet használom, ez itt látható a panelon, nektek jobbra. Az adatlapban ismét kikeressük a lábkiosztást. Itt a panelon lévő mosfet a lábkiosztása az így néz ki, tehát balra jobbra haladva, gate, drain és source. A ultiméter két mérővezetékét először a gate és a source kivezetésekre csatlakoztatjuk az ábrán látható módon. Ezt most itt meg is teszem, és az látható, hogy a multiméter ismét overloadot jelez. Hogyha overloadot vagy egyet jelez, akkor az eszköz az nagy valószínűséggel működik, viszont, hogyha mérhető ellenállás kapunk, akkor a FET az valószínűleg hibás, illetve biztosan hibás, azaz a gét átütött. Most ismételjük meg a mérést a gét és a drain kivezetések között, hogy kiderüljön, hogy itt sincs átütés. Ebben az esetben, hogyha ellenállást tudunk mérni, akkor az eszköz továbbiakban nem használható. Tehát ellenállásmérő üzemmódban megmérjük a FET-nek, illetve a MOSFET-nek a két kivezetését, és jelen esetben is overloadot jelzett a műszer, tehát itt sincs átütés. Most nézzünk meg még egy mérési eljárást. Mérjük ki a drain és a source közötti vezetést a FET nyitott állapotában. A mérés során dióda mérő állásba kapcsoljuk a multimétert. Arra kell ügyelnünk, hogy ne érjünk hozzá kézzel az alkatrész kivezetéseihez, mert ez befolyásolja a mérési eredményt. A MOSFET lábára kössük a negatív pólust, ez a mérés során végig változatlan marad. A MOSFET drain kivezetésére pedig kapcsoljuk rá a multiméternek a pozitív mérővezetékét. Ekkor lehet, hogy a multiméter rövidzárat vagy szakadást jelez. Ez függ a gétkapacitásnak az állapotától, amit előre nem ismerünk. Most pedig süssük ki a gétkapacitást az ujjunk segítségével úgy, hogy megérintjük a gét és a szorsz kivezetéseket egyszerre. Ezt egy pár másodpercig így tartjuk, és az bőven elég. Hogyha ezt megtettük, akkor a drain és a szorsz között szakadásnak kell lennie. Ide érintettem a multimétert, és ol az azaz overloadot jelez, tehát a mosfetünk eddig jó. Most pedig a drény kivezetéséről leveszem a pozitív mérővezetéket, és ráteszem a gét lábra. Ismét várok pár másodpercet, majd utána ezt ráteszem a drény lábra, és hallhattátok, hallhattátok hogy a, a műszer közel nullát jelez, tehát Jelen esetben egy kedvező mérés eredményt kaptunk, ugyanis ha rövid zárat mérünk a, ilyenkor a drain és a source között, akkor a transzisztorunk az megfelelő. Ez miért van így? És ez azért van így, mert amikor a gét kivezetésen volt a pozitív vezetékünk, akkor a gét kapacitást a multiméter kis pici a feltöltötte, így a FET kinyitott. A mérővezeték áthelyezése után pedig a drain és a source között már vezetést jelzett a műszerünk. Ezt hallottátok, amikor sípolt. Most pedig nézzünk meg egy harmadik mérést is. A drain és a source közötti diódát fogjuk kimérni. A mérés során a gét és a source kivezetéseket rövidre zárjuk, és a multimétert dióda mérő állásban kell használnunk. Tehát most itt rövidre zárom a gét és a source kivezetéseket, a két szélső lábad. A multiméter pedig dióda állásban van. Ennél a mérésnél szakadás kellene mérnünk. Elvileg, és ezt most meg is nézem, ez valóban így van. Ennek az oka az, hogy a rövid, rövid zár miatt a gép kapacitást nem töltjük fel, ezért a FET nincs kinyitva. A drain source helyes bekötése esetén tehát nem folyik áram, vagyis szakadásként tekinthetünk rá. Most a mérő zsinórokat cseréljük fel. A source-ra a piros mérővezetéket, a drainre pedig a fekete mérővezetéket. Ebben az esetben, ahogy itt is látható, ilyen 5-600 körüli értéket kell látnunk. Ennek az oka az, hogy a gét kapacitás ismét nincs feltöltve, ezért a FET nincs kinyitva. A drain source feszültségszinteket pedig felcseréltük. És ha visszaemlékszel, akkor korábban említettem, hogy a MOSFET-ben található egy body dióda, ami fordított bekötés esetén fog vezetni. Ezt a jelenséget idéztük most elő, és a body diódát sikerült kimérnünk. Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont így mérjük ki a hibákat. A válasz az, hogy minden esetben a belső felépítésből és az elvárt működésből indulunk ki. Megmérjük például, hogy egy PN átmeneten vagy body diódán a várt 0,6 volt körül a értékesike, és csak az egyik irányba vezete megvizsgálhatjuk, hogy valóban kinyit e egy-egy MOSFET, vagy továbbá, ha valahol szakadásnak kell lennie, akkor tényleg szakadás van -e ott. És mit lehet tenni abban az esetben, ha hibás az alkatrész? Ha valamelyik mérés során nem az elvárt eredményt kapod, akár többszöri megismétlés után sem, akkor az alkatrész hibás. Ilyenkor szelektíven az elektronikai hulladékgyűjtőbe helyezzük el őket, mert később csak fejfájást fog okozni, hogy nem a várt működést produkálja. Ezzel a közös munkánk végére értünk. Örülök, hogy veled tarthattam a tanulásod útján, és remélem sikerült könnyebbé tennem a kapcsolóeszközök megértését. Sok sikert a továbbiakhoz! Ha tetszett a téma, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ami a legfontosabb, építsétek meg otthon a kapcsolásokat, és olvassátok el a nyomtatott tananyagot is. A leírásban megtaláljátok az összes szükséges linket. Tartsatok velünk legközelebb is, találkozunk egy következő kristálytiszta elektronika videóban. Sziasztok! Sziasztok!